755 ezer tonna gyümölcsöt akarítottak be a magyar gazdák 2016-ban. A legfrissebb statisztikák szerint ebből a legtöbbet, közel az országos gyümölcs felét, szabolcs már Bereg megyében termelték meg. A gyümölcsös területek nagysága 2016-ban 92,6 ezer hektár volt az országban. Ezen a KSH által készített interaktív térképen jól látszik, hogy a piros színnel jelölt alma az, amiből a legtöbb terem Magyarországon. Ebből is szabolcs már Bereg megyében a legtöbb, 305 ezer takarítottak be, ami az országos termés 61%-a. A megy szempontjából sem kell szégyenkezni a megyének, a több mint 18 ezer tonna a hazai termés negyedét jelenti. Ezen kívül a szilva, a körte, az őszi barack és a cseresznye az, amit jelöltek a térképen. Ez a grafikon a termés mennyiséget mutatja. Jól látszik, hogy az alma mellett még a szilva termés volt jelentős, ám ez az évek során erősen visszaesett. A KSH interaktív térképe kitér még a felvásárlás és piaci átlagára, valamint a mennyiségre is. Az adatok a 2016-os információkat tartalmazzák. A megyei agrárgazdasági a híradónak azt mondta, a tavalyi év ugyan elmarad az azt megelőzőtől, de így sem nevezhető rossznak a 2017. A gyümölcsösökben voltak kiesések, helyi fagykárt jeleztek, de még kerten belül is, hál' Istennek kis volt az a terület, amit ét, és az árak viszont a háromszorosa is mondhatnánk az elmúlt évekhez képest, akár ez vonatkozik az ét, a léalmára, főleg, de az étkezési alma is már összer ilyen 110 forint körül lehetett étékesíteni a frissen szedettet, azóta pedig a 150 forintot is elérte, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Szabolszat már Bereg gazdálkodók a 17-es évet azokhoz az évekhez fogják sorolni, ami egy kis eredményt is hozott. A megyei agrárgazdasági kamara elnöke hozzátette, az enyhetél a kártevők miatt nem előnyös, mert nem fagynak ki azok, a csapadék azonban a rákcsalókat ritkítja, az esti, éjszakai lehűlés pedig nem okoz kárt a gyümölcsösökben. A központi statisztikai hivatal idén a gyümölcsösök összeírását végzi, a gazdálkodóknak február 28-ig a KSH weboldalán kell kitölteniük a kérdőíveket. Azokat, akik nem töltik ki a kérdőívet március 1-e és április 16-a között összeírók keresik fel. A teljes körű felmérés az ország 1500 településére, 9 gyümölcsfajtára és mintegy 15 ezer gazdálkodóra terjedt ki,